nem indul jól az év Kós János számára. Az énekes nemrég esett át egy műtéten. Még nem gyógyult fel teljesen, de már vállal fellépéseket. Most ő maga mesél fellépüléséről. Köszöntjük a stúdióban Kós János. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, jó reggelt. Na, hogy vagy? Jó. Hát persze, hogy jó, mindig jó vagy. Hát eljöttem, nem? Hát persze. És mit történt? Igaz, hogy négy kézláb, de eljöttem. Hát kérlek szépen, szegény Klapka Gyuri nagyon jó barátom volt, és az ő temetéséről mentünk haza, vitek haza a haverok, és a kaputól a házig mentem, ott szépen le volt pucolva a hó, mert akkor még volt hó, meg jég, meg minden, és van 5 lépcső fel az ajtóig, tudod? És nem vettem észre, egy ekkora jégdarab volt, arra ráléptem, puty föl, puf, és eltört itt a lejában, tudod? Műteni is kellett? Nem kellett műteni, mert nem tudtam fölállni, úgyhogy jött a mentő, már útközben műtöttek, kérlek szépen bevittek a kórházba, és meg is kellett műteni, de az egészben az az érdekes, hogy bejártam az egész világot, körbevitorláztam a világot, futballkapus voltam a szónón, tehát vannak olyan fényképeim, tehát hogy a felső sarokból ütöm ki a labdát, lezuhanok, és semmi bajom nem volt. És most te, mert mikor elmegy az idő, akkor egy kicsit másképp viselkedik a test, és mostan hallottam valamelyik nap, hogy egy 93 éves világhírű tudós kérdezték, hogy szeretne még lenni 20 éves? 80, te hülye, 80! Tehát figyelj, az mennyivel jobb sztori volt, amit elmondták kamerán ki, vagy az Adackival összeverekedtetek. Hát azt mondd el, az újság, ha az újság kérdezik. Mert megmondom, miért? Nem mondtam le egy fellépése, Muszombaton is voltam fellépni, a feleségem vezette az autót, mert ebben nem tudok vezetni, most ezt pihentetnem kell, de csak úgy tudok fellépni, hogy a jobb kezembe fogom a mikrofont, és a bal kezemet betugom a zsebembe, hogy ebben ne hadonázzak. Vagány. Tudod? De gondolkodtam azon, hogy ha bemegyek, furcsa lesz, hogy a Kós mindig jön, hadonászik, és a bal kezével zsebre dugott kézzel csinálja a műsort, és mindjárt az elején elmondtam, hogy kérem, ne haragudjanak, és legyenek tekintettel arra, hogy a bal zsebem mindig tele lesz a bal kezemmel. Ja, hogy miért? Megmondom őszintén, mert amikor jöttem ide a fellépésre, kinn a folyosón az Araczki Lacival találkoztam, beszélgettünk, de valami ellentét volt közöttünk, mert ráütött egy nagyot a bal vállamra, mondom, de nem kell idegeskedni, mert őt meg elvitte a mentő. Így kell ezt megoldani akkor. Most a szombaton is megyek. Jó 200-220 kilométerrel, a feleségem vezet, én meg ott ülök mellette, és végre nem én vezetek, mondom a vicceket, és megérkezünk, és megcsináljuk a showműsort, és jövünk haza. Arról is cikkeztek, hogy eladtad a telkedet Füleken, igaz? Igen, eladtam. Miért? Megmondom. A legelső ember, aki ott volt, és oda csábított, az a Szilágyi Jancsi volt. Uh-huh. Aztán én vettem ott egy nagyon szép régi öreg parasztházat, 60-as vályog, nádfedél, 1900-as évek elején épült, akkor azt én megvettem, ott szépen töltek a napjaink nyáron, és akkor egyszer jött a Bajor Imi, és akkor azt mondta, te Istenem, ha egyszer itt lehetnék én is, mázlia volt, mert a ugyanabban az utcában egy gyönyörű szép házat építettek, de a házaspár, amelyik építette, ahogy kész lett a ház, elváltak. És eladták a házat, és az Imi oda költözött. Na most megmondom őszintén, ahhoz, hogy lemenjél egy ilyen nyaralóba, ahhoz kell legalább minimum egy hét, igaz? Mert lemész egy nap, pakolsz, ez már nincsen, mert megváltozott a világ. Régen nyáron, mikor vége volt az iskolának, akkor a két gyerekkel beültünk a kocsiba, lementünk, rámentünk a hajóra, és augusztus 20-áig le nem szálltunk a hajóról. Tavaly nyáron két napig voltam. De miért? Mert nyáron vannak a fellépések, rengeteg. Hagymafesztivál, ilyen fesztivál, borfesztivál, disznófesztivál. Ja, hát a hagymafesztiválra is elmész. De várjál, képzeld el, hogy Siófokon tanultam meg vitorlázni, ott vettem az első hajómat, ott lettem országos bajnok, és felhívtak tavaly, hogy művész úr, Siófokon lesz egy fesztivál, akkor lejönne? Hát hogy ne mennék le, persze. Hol, melyik kikötőben lesz? Nem a kikötőben lesz, hanem a főtéren. A főtéren?
Milyen fesztivál? Na, milyen fesztivál? Főtéren, Siófokon. Milyen fesztivál van? Nem tudom, nem vagyok. Tojás. Az te vagy. A Tojás Fesztivál, az te vagy. Elvállaltad. De tudom, jól érni. 5000 ember volt, két színpad, fantasztikus siker volt, de Siófokon tojás. Azóta is mondják, hogy minden évben teltházal van Tojás Fesztivál. Hát legalább ennyi. De egyébként ezek a füleki nyarak, ezek legendásak. Még hát ezek nagyon jók voltak, mert a Bajornak a háza az utca elején volt, az enyém, aztán volt a Szilágyié, és aztán az enyém. És a Iminek volt két kis kutyája. És én nekem mindig volt kutyám, de nekem mindig két ekkora kutyám volt. És mindig mondtam neki, Imi, mikor hozod már a macskákat? Gyere macskák nélkül már egyszer. És mindig reggel jött, így csinált, és akkor én bentről mondtam, jövök. És akkor szépen körbe fölsétáltunk a közértig, meg bevásároltunk, és ott volt egy kocsma mellette, nem kocsmának mondanám, hanem egy kultúrkocsma. És volt egy nagyon szép terasz, ahol már a fél falu férjei, meg a férfiak már kínultak. Kértünk kétszer egy deci bort, és akkor azt megítuk, és akkor aztán szépen visszamentünk. Na most ez is megszűnt. Nem tudok lemenni két hétre, mert akkor, ha van két hetem, megmondom egészen őszintén, nagyon sajnáltam, mikor megváltam ettől a nyaralótól, de ha van, hogy lesz, vagy hál' Istennek nem lesz, akkor inkább a hajón töltem el. Mert a unokám is, hát egyszer képzeld el, hogy Fülén, az unokám akkor még volt, hogy 8 vagy 9 éves, szedtünk ősszel egy esős nap után 143 csigát. És megettük. Igen, ez finom. Nagyon finom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Imádom, ahogy beszélsz az életedről. És nagyon nem kell énekelni. Nagyon jól csinálod. Nem kell énekelni. Pedig úgy el akartam énekelni, hogy Isten véled, édes piroskám. Köszönjük. Köszönjük szépen. Szép nyarat neked.